Dunajvárosi Estek címmel első alkalommal rendezett nyilvános beszélgető estet a Rajtaújváros Egyesület. Új gyermekmosdót adtak át a Bóbita óvodában. Mesterek és tanítványok címmel nyílt meg a Waldorf iskola pedagógusai és diákjai tárlata. Egy gólos vereség az Erste Ligában. Március 1-én köszöntöm a DSTV híradójának valamennyi kedves nézőjét, ismét jelentkezünk Dunajváros legfontosabb híreivel. A mai nappal Budavári Árpád lett Dunajváros rendőrkapitánya. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint Fejér Vármegye rendőr főkapitánya február 28-ai hatállyal visszavonta Budavári Árpád rendőr ezredes gárdonyi rendőrkapitány kinevezését. Ezzel párhuzamosan és a rendőr főkapitány javaslatára dr. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőr főkapitány március 1-i hatállyal megbízta a Dunajvárosi rendőrkapitányság vezetésével. Budavári Árpád városunkban kezdte rendőri pályáját, 1995-ben lett a kapitányság nyomozója, korábban 2008 és 2012 között 4,5 éven át betöltötte a kapitányi pozíciót. Az elmúlt időszakban vezette a Sárbogárdi, majd a Gárdonyi kapitányságot, mostantól eredeti állomásain, azaz Dunajvárosban folytatja ismét kapitányként. Dunajvárosi Estek címmel első alkalommal rendezett nyilvános beszélgető estet a Rajtaújváros Egyesület az Art Caféban. Az este folyamán Pintér Tamás Dunajvárosi és Budai Lóránt Jászberény polgármesterei beszélgettek az összefogás erejéről, az ellenszélben való városvezetés kihívásairól, és természetesen a következő önkormányzati választás esélyeiről. Arról nyilvánvalóan mindenkinek megvan a véleménye, hogy milyen politikai ellenszélben várost vezetni. Arról is, hogy ez helyén való-e, hogy elfogadható-e bármilyen jellegű megkülönböztetés vagy sem. De van. És 2019-ben mégis 10-ből 10 körzetet és egy polgármesteri széket húzott be Dunajvárosban a Rajtaújváros Egyesület. Valami hasonló történt Jászberényben is, ahol Budai Lóránt polgármestert egy cikluson belül háromszor próbálták meg ellenfelei ellehetetleníteni, de ő mindháromszor bizonyított. Nemrég Jászberény lakossága már harmadszor választotta a város polgármesterévé. A keddi Dunajvárosi esten az is kiderült, hogy Dunajváros és Jászberény között e tekintetben sok hasonlóság van. Pintér Tamás és Budai Lóránt erről is beszélgettek. Mennyire nagy hasonlóság van a két város között. Polgármester úr szinte ugyanazokat a gondolatokat mondta el az ottani Fideszről, mint amit mi is itt Dunajvárosban megtapasztaltunk. Ugyanazokat a problémákat szinte ő is megtapasztalja a mostani városvezetés élén, azokat a nehézségeket, amelyeket mi itt megtapasztalunk, de azt a lendületet is én azt gondolom, hogy nagyon szépen el tudta nekünk mondani, ami őt előre viszi, és ami minket is azt gondolom, hogy motivál. Ez pedig az, hogy valamit tudunk tenni a városunknak a fejlődése érdekében, és éppen ezt a gondolatvilágot kell nekünk is majd bemutatni a következő időszakban, hogy igenis tudunk közösen itt várost fejleszteni, még a legrosszabb, legnehezebb energiaválsággal tarkított időszakban is. Hogy mi lehet egy-egy választási győzelem titka, erre persze egészen pontos receptek nincsenek, de a két polgármester abban egyetértett, hogy mindig minden esetben a város és az abban élő érdekeit kell képviselni. A pártpolitikai érdekek ebben semmiképp sincsenek benne. Budai Lóránt saját elmondása szerint ezért nyerhette meg nemrégiben tartott választást Jászberényben, és lett harmadszor is polgármester. Most Dunajvárosba szívesen jött. Igazából két oka van annak, hogy most itt vagyok. Az egyik az, hogy ami Jászberényben történt az elmúlt hónapban, azt gondolom ez példaértékű, és ezt a fajta változást, a változásnak a szelét és a reményét hoztam el Dunajvárosba, és az, hogy mindenki lássa azt, hogy egy valódi összefogás milyen eredményre képes. És azt hiszem, hogy a másik ok, amiért itt vagyok, hogy polgármesterét nagyon régóta ismerem, és az ő meghívását nagyon nagy megtiszteltetésnek vettem, és azt, hogy nagyon sok a hasonlóság Dunajváros és Jászberény között. És ez a két település akár lehet egy origója annak, hogy elmondjuk minél több embernek azt, hogy lehet másképpen gondolkozni, lehet pártpolitikán túlmutatva tényleg ügyekben együtt gondolkozni,
És ez valódi eredményeket tud elérni, nem csak Dunói városban, nem csak Jászben, hanem akár országosan is. A Dunói Városi Est témája a múlttal és a jelennel foglalkozott, de egyértelműen a jövőre vonatkozó tervekkel, elképzelésekkel, esélylatolgatásokkal. Az önkormányzati választás előtti esztendőben így aztán azt is megkérdeztük Pintér Tamástól, hogy a Rajta Újváros Egyesület és maga Pintér Tamás kívánja-e folytatni a városvezetői tevékenységet. Pintér Tamás lesz-e jövőre polgármester jelölt? Talán nem árulok el nagy titkot akkor, hogyha elmondom, hogyha a városlakók bizalmat szavaznak nekem, akkor még a következő időszakot csak azért is mindenképpen szeretném vállalni, mert az elmúlt időszakban egy válságkezelést kellett végrehajtanunk. Ugye mi nem ezt terveztük, amikor az önkormányzati választásokra készültünk, viszont most már tudjuk azt pontosan, hogy milyen lehetőségeink vannak. Magunk mellé állítottuk szerintem a környéknek is a legjobb szakembereit, akik annak érdekében dolgoznak velünk együtt közösen, hogy a várost fejlesszék, és szeretnénk végre egy olyan időszakban is megmutatni a mi erőnket, a mi összefogásunkat, a mi lehetőségeinket, amellyel egy tisztességes városvezetést egy nagyon szép pályára tudja állítani majd a várostat. A Dunói Városi Est első állomását a tervek szerint követi majd szépen sorban a többi is, természetesen közéleti témákkal, közéleti szereplőkkel. Egy újabb gyermekmosdó felújítása valósult meg a Dunói Városi Óvoda Bóbita tag óvodájában. Még 2022 őszén a Bartók Színházban rendeztek jótékonysági gálaestet, amelynek bevételéből finanszírozták a most elkészült mosdót. Az átadásra egy kisebb ünnepséget is szerveztek. A békevárosrészi Bóbita tagovoda 3 évtizedes múltja bizony az épület gépészeti rendszerét sem hagyta érintetlenül, és az esztétikai problémákon túl rendszeresek voltak a dugulások is. Korábban már 2 mosdó felújítására sort kerítettek, most a 3. következett, és ezúttal a szennyvíz gerincvezeték cseréje is megtörtént. A Dunai Városi Óvoda életében ismét az összefogás szülte ezt a beruházást. 2022 őszén a Bartók Színházban rendeztek jótékonysági gálaestet, amelynek bevételéből finanszírozták a most elkészült mosdót. Ebből a jótékonysági estnek a bevételéből, amit tényleg nagyon szépen köszönjük, akik ott voltak a színházban, szülőknek, városlakóknak, és nagyon sok vállalkozó támogatott bennünket kisebb-nagyobb összeggel, és ebből tényleg egy nagyon szépen felújított gyermekmosdót sikerült kialakítani. Hát az árak azok őrülten elúsztak. Én nekem a tervem az volt, hogy 2 gyermekmosdót fogunk ebből felújítani, hát egy sikerült belőle, mert pedig azt kell, hogy mondjam, hogy a burkolás is ingyen volt, tehát nagyon sok vállalkozó minimálisat vagy semmit nem kért, de maga az alapanyag olyan őrült árakat tudott produkálni. Nagyon hosszú vezetékrendszerről beszélünk, mert nem csak maga a fürdőszoba került felújításra, hanem az épület alatt közel 30 méter alapvezeték húzódik, és azt is felújítottuk, mert annak nem volt értelme, hogy a fürdőszoba csillog-villog, és maga a szennyvízelvezetés pedig nem oldódott meg. A felújított mosdó átadására ünnepséget is szerveztek a Bóbita óvodában, ahová meghívást kapott Pintér Tamás polgármester is. A városvezető köszönetet mondott ezért a példás összefogásért, elmondta, hogy rendkívül büszke az intézményre és az intézményben dolgozókra, hiszen ismét erő felett teljesítettek a gyerekek érdekében. Éppen ezért is vagyok nagyon büszke, egyrészt azokra a vállalkozókra is, akik elsőszorra jöttek és egy nap alá téve dolgoztak azért, hogy az itt lévő gyerekeknek tudjanak megfelelő körülményeket teremteni. De nagyon büszke vagyok az egész óvodai pedagógus rendszerre is, akik itt az elmúlt időszakban megszervezték ezeket az adománygyűjtő akciókat is, és a tavalyi évben is, aminek személyesen is szemtanúja lehettem, egy olyan rendezvényen tudtak olyan műsort letenni az asztalra, amelyre nagyon sokan egyrészt nagyon jó szívvel gondolnak, másrészt pedig az ott befolyó pénzeket is itt az itteni óvodának a felújítására tudtuk fordítani. Úgyhogy nagyon sok összetevős ez a kérdés, de én arra vagyok nagyon büszke, hogy ez a nagyon sok összetevő összetudott állni egyé, és egy közös célért, egy felújításért összetudtak fogni, és meg tudták valósítani azt, hogy gyermekeknek jó mosdójuk legyen, egy jó körülményük legyen. Köszönet jár a vállalkozóknak, a DVG ZRT-nek, a Kematech Kft-nek, a Vivi Adalpin Kft-nek, és azon szülőknek, vállalkozóknak, akik részt vettek a felújításban, és megszépítették a gyermekmosdót, támogatták a jótékonysági gálaestet.
Ebben az óvodában immár 3 gyermek mosdó teljes felújításon eshetett át. Mesterek és tanítványok címmel nyílt meg a Waldorf iskola pedagógusai és diákjai által készített alkotásukat bemutató tárlat február 23-án. A gyűjteményt a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza Aula galériájában tekinthetik meg az érdeklődők. Érzések, érzékelés, fejlődés, ingerek, élmények. Fontos kifejezések, amelyek mind-mind hatással voltak a helyi Waldorf iskola pedagógusai és tanulói által készített képekre. Az általuk készített alkotásokból állt össze a Bartók Színház Aula galériában látható újabb tárlat, amely a Mesterek és Tanítványok címet viseli. A bemutatott alkotások tökéletes lenyomatai annak, hogyan fejlődnek a gyermekek, hogyan alakul ki a világlátásuk, szemléletük, és miként élik meg a mindennapi élményeiket. A kiállítás megnyitót hangszeres előadás is színesítette, a tárlatot pedig Kis Viktor festőművész nyitotta meg. Látható az is, hogy hogyan indul el az ember úgy, hogy erre a világra kíváncsi, a fiatal, a első osztálytól a 8. osztályig az alkotásnak a fázisai, a fokozatai a Waldorf iskolán belül, és hogyan fest esetleg valaki, aki mondjuk nem járhatott Waldorfba, mert még abba a korba nem volt, amikor én speciális iskolában jártam, de hogy hogyan fest valaki, aki az embert, a természetet és ezt a szellemi megközelítést, ahogyan a Waldorfban gyerekekre nézünk, ezt egy egységes, szerves egységnek látja. A művész szerint az alkotó folyamatnak olyan tényezői is vannak, amelyek jelentősen befolyásolják az elkészült képeket. Ilyenek például az érzések, az élmények, illetve az, hogy hogyan értékeljük a körülöttünk lévő világot. Mindezeknek hatása van a megalkotott színekre, formákra is. Minden esetben az ember kiindul egy élményből, amit szeret, és a szeretet megismerő erő, láttató erő segít az alkotásban, visz előre, és ugyanakkor átéli az ember a színeket, a formákat is. Tehát színtant is én tanítok, nekem nagyon fontos, hogy a színekből induljak ki. És a színek és a téma egy idejű, egymásra hatása, hogy átélem, átélek egy ilyen élményt, és egyszer egy ilyen citromsárga színt, és ezek mit kezdenek egymással? Ez egy megismerési út, egy játék, egy értelmes játék. A kiállítás részeként meg annyi látványos festményt készítettek el a fiatalok. Bölkényi Boróka és Rózsa Panka meséltek a saját betlehemi csillagjukról. Advent időszakában alkottam egy betlehemi csillagot. Igazából próbálom alkotás közben kizárni a külvilágot, és a festményemre, az alkotásomra koncentrálni. Az osztályunkkal sokszor szoktunk úgy alkotni, hogy témákhoz kapcsolódóan. Rózsa Panka szerint az alkotás egyik legfontosabb eleme, hogy az elkészült műben mindenki valami teljesen egyénit lásson. Igazából mindenki azt látja benne, amit szeretne, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a művészet az olyan legyen, hogy mindenki azt lássa benne, amit szeretne, és hogy úgy ragadja meg, ahogy neki épp az szükséges. Ez egyébként egy csillag akar lenni, de mindenki máshogy látja, és szerintem az a fontos, hogy mindenki úgy lássa, hogy szeretné. A következő időszakban tehát a Mesterek és Tanítványok című kiállítás révén a dunajvárosi Waldorf iskola pedagógusai és növendékei által készített alkotásokat láthatják az érdeklődők a Bartók Színház aulájában. Az intézményben indul az élet, érdemes felkeresni a színház hivatalos oldalát a következő programokért. Óriási küzdelemben a 74. percben kapott góllal szenvedett vereséget a DAB jégkorong csapata a Gyergyói HK elleni párharc negyedik, ezúttal igazán fordulatos mérkőzésén. A vendégek győzelme egyben azt is jelentette, hogy bejutottak az Erste Liga legjobb 4 együttese közé, míg a Bikák a 7. helyen fejezték be a sorozatot. Vereséget szenvedett a dunaújvárosi Acélbikák jégkorong csapata a Gyergyói HK ellen az Erste Liga negyeddöntőjének 4. összecsapásán. A mérkőzés fontosságát az is mutatta, hogy amennyiben a Bikák számára nem jön össze a győzelem, számukra véget ér a sorozat. A siker végül elmaradt. 2-0-es, 0-2-es, 1-1-es és 0-1-es felvonások után a 74. percben kapott góllal döntött el a mérkőzést a Gyergyó. Együttesünk tisztességgel küzdött, de ezúttal alul maradt. A lefújást követően Nico Eronen vezetőedző értékelt. After yesterday's game we decided that we're not gonna give up and we really have to show to everybody also ourselves that why we belong
into this series, and we were not happy what we saw in the start of this series. But if you have to lose some way, the last game, I felt that this was the way that we really battled, and we came to tie the game in the end. And it's not so easy to play as a player in these kind of situations that you are 3-0 behind and almost they played so much better than us in the start. But guys, I'm proud of the team, what they did, and give a fair battle to them. Elégedett volt a győzelemmel Szilasi Zoltán, a vendégek trénere. Elmondta, hatalmas harcot vívtak a Bikákkal, ám végül sikerült felülkerekedniük. A győzelemhez persze rengeteg munkára volt szükségük, hiszen az ellenfele nem adta könnyen a bőrét. Ugye mindig mindenhez két csapat kell. Kicsit ez olyan, arra emlékeztet mindig egy meccsnek az értékelés, mint a irodalom órán verselemzés, ahány tanár annyiféleképpen magyaráztak bele dolgokat egy versbe. Ugye nézhetjük azt, hogy úgy is, hogy a Dunajváros kezdett iszonyú jól, másik oldalról mi meg iszonyú rosszul, és teljesen mindegy, tehát nem az volt az arcunk, ami az első harmadban, ami az előző három mérkőzésen, és 2-0 is lett oda. Nagyon keveset korcsolyáztunk lustaságból, véleményem szerint, mert ha energiagond lett volna, akkor nem tudtunk volna felállni. És ugye nagyjából a 30. perctől már domináltunk, és nyomást gyakoroltunk az ellenfélre. Rájöttünk arra, hogy ma keményebb munkát kell beletennünk, akár a helyzetek kialakításába, akár a gólszerzésbe, tehát ilyen piszkos gólokat kellett szereznünk, ilyen volt tipikus esete az első ilyen, ez volt az első ilyen gólunk a szériába. Mindent összevetve Niko Eronen vezetőedző büszke a csapatra, hiszen minden nemű nehézség ellenére a Bikák kiválóan teljesítettek, és megmutatták, hogy egy olyan együttessé váltak, akiket senki nem becsülhet le a bajnoki sorozatban. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.